Bonyhádon nőttem föl, bátyámmal együtt. Nagyon sokat veszekedtünk. Főleg mikor megkaptuk az első számítógépünket, mindig azon veszekedtünk, hogy ki és mennyit üljön a számítógép előtt. Jó voltam matekból és szerettem rajzolni. A környezetemben lévő emberek folyamatos visszaigazolást adtak azzal kapcsolatban, hogy mik az erősségeim. Valaki egy beszélgetés során elejtett egy olyan fél mondatot, hogy nekem építészmérnöknek kellene mennem, és ez a gondolat utána elkezdett munkálkodni bennem. Nem sokkal rá ki is alakult bennem az a kép, hogy én építészmérnök szeretnék lenni. Pontosan tudtam már akkor, hogy hol szeretnék tovább tanulni, hogy Pécsre szeretnék járni szakközépiskolába építészszakra, és hogy itt el fogom végezni a magas építőtechnikusit is, és azt is pontosan tudtam, hogy én Budapesten szeretnék egyetemre járni. A nyüzsgés, az a folyamatos áramlás a városban engem nagyon vonzott, főleg azért, mert Bonyhád egy kisváros, és hát az utcák kongtak az ürességtől. Kiskoromban mindig úgy gondoltam a családomról, hogy én nagyon jó helyre születtem, ugyanis a szüleim nem dohányoztak, nem alkoholizáltak, és mindig megpróbáltak megadni nekünk mindent, amire szükségünk volt, és rengeteg szeretetet kaptunk tőlük. A szüleim egy cipőgyárban dolgoztak minimál bérért. Ez nem tartott vissza engem attól, hogy merjek nagyot álmodni, sőt, inkább abba az irányba lögdösött, hogy próbáljak kitörni ebből a világból. És ez sikerült is akkor, amikor Budapestre költöztem, ez egy hatalmas változás volt az életemben, ugyanis önállósodnom kellett. Már az egyetem mellett is volt lehetőségem a szakmában dolgozni, ez rengeteg előnnyel járt, amikor elvégeztem az egyetemet. Nem éreztem frusztrációt abban, hogy elmenjek valahova dolgozni 8 órában. Mára beérett az a terv, amit 15 évvel ezelőtt elképzeltem, és ma már egy építészirodában kamatoztatom azokat a képességeket, amit az egyetem alatt megkaptam. Komplex tervezési folyamatokban veszek részt, és valós projekteken dolgozhatok. Annó sokkal könnyebbnek képzeltem el ezt az utat, be kellett lássam, hogy ez egy stresszes és nehéz út volt. Pécsre és Budapestre is jellemző volt, hogy egy bizonyos területén éltem csak az adott városnak, leszűkültem. Mert az volt Pécsen is, hogy buszmegállótól buszmegállóig éltem. Parasztnak hívták a pécsi buszmegállót. Közben eszembe jutott, hogy én szerettem volna már Pécsre is kollégiumba menni, de anyukám nem engedte, félt, hogy nagyon elzüllök majd. Így egy órát utaztam reggel Pécsre, és egy órát utaztam haza Pécsről. Így nem jutott időm a szociális kapcsolataim építésére, mert iskola után egyből hazafelé vettem az irányt. Az volt a durva, amikor Pestre felköltöztem, hogy még ilyen buta telefonom volt, és én nagyon nehezen tájékozódtam egy ilyen nagyvárosban. Mindig is egy zárkózott típus voltam, ez megjelent a viselkedésemben is. Már majdnem megvolt a diplomám, de abba hagytam az egyetemet. Elkezdtem dolgozni egy startup cégnél, és én abban a hitben voltam, hogy ez egy világ megváltó dolog lesz, de nem az volt. A szüleim mindig azt mondták nekem, hogy soha nem fejezem be azt, amit elkezdtem. Annak ellenére, hogy elhagytam a pályát egy rövidebb időszakra, úgy döntöttem, hogy képzem magamat, emberek közé megyek, eljárok eseményekre, új kapcsolatokat építek. Ennek köszönhetően visszatértem a szakmámhoz, és megvédtem a diplomamunkámat, lezártam azt a szakaszt az életemnek, és most már elmondhatom, hogy építészmérnökként dolgozok egy építészirodában. Történt, ami történt, mindenkinek idő kell ahhoz, hogy megtalálja a saját útját.